Sziasztok, animefanok és japánfanok, én kedves Sensei vagyok. Hát igen, véget ért a nyár, most már számomra is kezdődnek a munkás hétköznapok, vissza a suliba tanítani. Na de a lényeg, az elmúlt alkalommal készítettem egy olyan videót számotokra, amelyben bemutattam egy picit nektek a japán iskolai rendszert, a klubok világát, hogy hogyan élik a japán diákok meg az ő mindennapjaikat, és hát felmerült bennem a kíváncsiság, hogy vajon amit összeszedtem információ, az valóban mind olyan hiteles, mint ahogy azt elétek tártam. Ez alapján nem átaludtam egy picit utána böngészni a neten, és azt találtam, hogy igen, valóban hasonló, hanem ilyen minden, ahogy mondtam. De hát mire is alapozom ezt? Ahogy nézelődtem, találtam egy japán, vagy egy japánban élő amerikai srác, most nem tudom pontosan megmondani, de beszúrom a linket, nézzetek utána. De minden esetre egy japán társadalomba betagozódott embernek a mindennapi rutinját írják le, vagy írja le ő saját maga, hogy ő hogyan él ott Japánban, mint iskolás. És hát ebben a videóban ezt a rutint szeretném nektek bemutatni, hogy egy picit beszélgessünk róla, gondolkodjunk el rajta, hogy mennyivel szerencsésebbnek, vagy éppen kevésbé szerencsésebbnek érezhetjük magunkat, mint azok, akik Japánban élnek. Úgyhogy, ha érdekel benneteket ez a téma, akkor gyertek, tartsatok velem! Ai Hirevának, mert hogy így nevezi magát ebben a blogban, 5 órakor, hajnali 5 órakor kezdődik a napja, azt írja, idézem első szám egyes szemébe, felkelek, lezuhanyzom, imádkozok, készítek bentót magamnak és az öcsémnek. Tehát marha korán kell, én nem tudom, biztos vannak közületek, akik többen ilyen korán, hanem még korábban felkelnek ahhoz, hogy eljussanak suliba, melóba, de hogyha nekem hajnali 5-kor kellene felkelnem, vagy egyszer majd hajnali 5-kor kell valaha kelnem, akkor szerintem maga lesz a halál. Illetve benne van még itt, hogy imádkozok. Hát nem tudjuk, hogy az illető mennyire vallásos, vagy csak a szokásos japán rituálék közé sorolhatjuk ezt az imádságot, tehát nem tudjuk, mennyire meggyőződésből, vagy éppen szokásból teszi. Ugye a japánok nagyon sok mindent tesznek inkább szokásból, sem mint meggyőződésből, azért, hogy megfeleljenek az adott társadalmi, illetve családi elvárásoknak. Aztán lényeg, csávó kaknekezus satsz per kb. 1 órába telik, majd eljön a 6 óra, amikor felébreszti az öcsikéjét, aki gondolom, hogy egy picit tovább alhat, mert ő még fiatalabb és több alvásra van szüksége, és aztán felöltözik. Ez úgy alig fél óráig tart neki, mert 6:30-kor felébreszti a szüleit is és a bátyját, aki egyetemista, ami egy kicsikét engem elgondolkodtatott, hogy pont egy iskolába járó srác az, aki fogja magát és ébreszti fel a szüleit. Én nem tudom, hogy kinek milyen gyerekkora volt vagy van, de én arra emlékszem, hogy amikor gyerek voltam, akkor mindig inkább a szüleim ébresztettek engem, sem mint én ébresztem a szüleimet, de hát mindenkinek egyedi a napirendje és a családi élete, ebben nem szólhatok bele. Na minden esetre dolgos egy sráccal van dolgunk, hiszen 7 órakor már úton van, hogy elkíséri a bátyját, igen, a bátyját, ezen én is csodálkoztam, hogy most rosszul fordítom, de szerintem nem, a bátyját kíséri el az egyetemig, és akkor ilyen periódusok, tudod, mert azért az egy nagyobb város, pestieknek ezt nem kell bemutatni, 5 percet gyalogol, 15 percet vonatozik, 5 percet megint gyalogol, ezt így Satzper kb. Pontosan meghatározta, majd miután elkísérte, tehát vissza is, és ez még hangsúlyozom, még mindig reggel van, iskola előtt történik, és ez úgy fél órát vesz igénybe, 7:30-kor pedig elindul újra, hogy elkísérje az öcsét az iskolába, majd elindul ő is az iskolába. Tehát nagyon jótékony és nagyon családcentrikus egy diákról van szó, mert hogy mindenkit kísérget, és 8 órakor pedig megérkezik az utolsó megállóhoz, tehát gondolom busszal vagy vonattal megy ő az iskolába, ahonnan még 7-től 10 percig az iskolába gyalogol, ez attól függ, gondolom, hogy mennyire csúszik az út, vagy mekkora a forgalom. És ugye Japánban az órák nem 8 órakor kezdődnek, tehát nem 8-kor csöngetnek be sose, hanem hát később, mert hogy 8:30-kor elkezdődnek az órák, írja ő is, de először mindig egy ilyen osztályfőnöki megbeszélést tartanak, ez nem úgy tanóra, mint mondjuk a matek vagy az irodalom, hanem ez egy ilyen kis előzetes megbeszélés, mint bizonyos munkahelyeken, amikor így összegyülekeznek, és akkor na, beszéljük meg, hogy kinek mi lesz a mai napi feladata, osszuk szépen elő, és aztán jóság van. Na, mennek az órák egészen 12:25-ig, amikor is kötelező ebédsáv van elrendelve a diákoknak, ami szerintem nagyon jó, mert ugyan nálunk is vannak olyan iskolák, ahol kötelező ebédsáv van, tehát adnak rá hosszabb időt, de vannak olyan iskolák, ahol nincsen, és csak nagyon futva kapkodva tudnak az emberek megebédelni. És majdnem 1 órát kapnak ebédelni, 13:15-kor pedig folytatódnak az órák, de már nem olyan sokáig, egészen 3 óráig folytatódnak. Hát nem tudom, hogy ez az 1 óra mennyire elég, hogy még arra a maradék időre erőt merítsenek így napi szinten, mindegy. És amikor vége van az iskolának, akkor ők nem hazamennek, hanem bent kell maradniuk, ugyanis a tanítási órák vége az nem azt jelenti, hogy vége van az iskolának, hanem
Pontosan még fél órát benn kell maradniuk körülbelül, vagy hát ameddig tart, hogy kitakarítsák az osztálytermet, mert hogy bizony a japán diákok saját maguknak takarítják ki az osztályt. Ennél fogva talán egy picikét jobban is ügyelnek a tisztaságra, és tiszteletben tartják a saját környezetüket. Talán a nevelésnek ez is egy nagyon jó szegmense, amit be akarnak építeni, illetve hát talán sikeresen, gondolom sikeresen be is építenek a japán diákok számára. És akkor itt ketté ágazik a történet, ugyanis kedden és csütörtökön van iskola utáni elfoglaltsága az illetőnek, többi napokon pedig nincsen. És akkor most először nézzük ezt a keddet és csütörtököt, mert ő is ezt írta először, hogyha iskola után van elfoglaltsága, akkor mi történik a takarítás után? Tehát megvolt a tanulás, megvolt a takarítás, olyan 15.35-től 16.45-ig tart neki a klubfoglalkozás, nem írja le, hogy pontosan milyen klubba csatlakozott, de ha érdekel benneteket a japán klubok világ, akkor nézzetek vissza az előző videómat, mert arról akkor ott beszélek, hogy milyen fajta lehetőségek vannak arra, hogy az iskolában egy klubban elhelyezkedjél. Ugye azt hozzá kell tenni, hogy a klub választása nem kötelező, annyit talán elmondhatok, de presztízs értékű egy japán diák számára, mert hogy meghatározhatja akár a jövőbeli irányultságát is. Illetve a barátaival és a körülötte lévő emberekkel való viszonyát. És amikor véget ér a klub foglalkozás, tehát 16.45 körül, fogja magát, kimegy az állomásra, 15 percet még vár, hogy hazabuszozzon, hazaút, azt mondja, körülbelül úgy mondja, 50 percig tart hazaérni, mert hogy három megállót is megy, illetve három különböző vonalon is megy, tehát valószínűleg át kell neki szállnia. És olyan 18 órakor megérkezik az otthonához legközelebb eső állomáshoz, és olyan negyed óra alatt még hazasétál, és hát eddig így, és akkor nézzük meg azt, hogy mi történik akkor, mondjuk hétfőn, szerdán, pénteken, amikor nincs iskola utáni elfoglaltsága ennek az illetőnek. Szintén 15.30 van, hazamegy a suliból, illetve először nem hazamegy, hanem elmegy a pályára futni, ez kb. Egy ilyen negyed órát vesznek igénybe, azt írja, utána meg ugye kimegy a 3-4-4-kor a vonathoz, hogy hazasétál, és ugye hát 16-40-17 óra magasságában hazaér, tehát igazából egy órával van neki több ideje ilyenkor, hogyha nem klubfoglalkozáson van, de ilyenkor is kitölti az idejét, mondjuk testmozgással hasonló. Mondjuk feltételezve, hogy ugye szeret mozogni és gyakran jár, akár egy sportklubba is csatlakozhatott az illető, de hát ezt nem tudjuk meg. Na otthon, amikor hazaér olyan 5 óra magasságában, megvacsorázik, fél óra múlva olyan fél 6 körül azt mondja, lezuhanyzik, és megírja a házi feladatát. Persze előtte 30 perc pihit is tart, és 6 órakor van rá ideje arra, hogy elkezdje a házit, ami jó esetben 7-ig tart, rosszabb esetben pedig egészen este 8-ig is eltarthat, tanulástól függően. Persze ez csak olyankor, hogyha szisztematikusan napról napra tanul, nem pedig csak a vizsga időszak elején kezd el arra gondolni, hogy úristen, eltelt egy egész fél év, vagy tanév, nekem tanulnom kellett volna, és rá kell döbbennem, hogy le kell seggelnem, és az anyagot be kell difláznom. Kíváncsi vagyok, hogy egyébként ti ezt hogy csináltátok. Nekem az esetek többségében úgy mindig sikerült megtanulni napról napra. Ez jól is jött, bár tézéknél mindig át kellett néznem az egészet, mert már a felét elfelejtettem annak, amit akkorra kellett volna tudnom, amikor eljött volna az emberkínzás, a bocsánat számunkérés. És az alvással kapcsolatban egy érdekes megfogalmazást tesz, akkor alszom, amikor akarok, a szüleimet nem érdekli, ameddig elmegyek az iskolába. Ez egy picikét érdekes, hiszen ő hajnali 5-kor fog kelni, és hogyha tényleg akkor kell, akkor nem hiszem, hogy olyan sokáig van kedve fennmaradni, de hogyha olyan éjjeli bagoly, mint amennyire én is tudok lenni olykor, elég gyakran, akkor nem csodálom, hogyha másnap úgy kell fel, mint a 6-szor kimosott kaka. Szóval érdekes élet van Japánban, és hát tudunk akkor mérlegelni, hogy most ez mennyire tetszik nekünk, mennyire nem tetszik nekünk. Én kifejezetten nehezen bírom egyébként a kötöttségeket, hogyha ennyire le akarják kötni az életemet, jobban szeretem magamnak szervezni a programokat, de ennek is megvan az előnye, hogyha valaki így betáblázza az életét, sokfélék vagyunk, ugyanakkor Japánban valóban minden diák élete ennyire be van táblázva, minél idősebb lesz, hogy egyre jobban megszokja a később, a felnőtt korban azt a társadalmi kényszert, nyomást, ami majd a munkahely és a felnőtt kor világában vár. Hát döntsétek el, hogy nektek ez hogy tetszik, arra kérlek, hogyha van ezzel kapcsolatos véleményetek vagy tapasztalatotok, akkor azt írjátok meg kommentben ide a videó alá. Kíváncsian várom, szeretném elolvasni, hogy ti mit gondoltok erről a témáról. Remélem tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor pattintsatok rá egy lájkot, és ha még nem tettétek volna, iratkozzatok fel a csatornámra. Legközelebb találkozunk, én kedves szemszáj voltam, és ne feledjétek, továbbra is szemmel tartom az animéket, és titeket is. Körüskorogási mász, sziasztok!